jussanak napra kész információkhoz társadalmi és szociális témán. Hallgassák a mozaikunkat. Csak az Antalfalvi Rádió hullámhosszán. A projektet Antalfalva önkormányzata támogatta. A héten Torontálvásárhelyre is megérkeztek a babacsomagok. 32 babacsomagot osztottak ki Torontálvásárhelyen a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából. Az ajándékokat Vidrács Krisztina, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottság tagja adta át. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek köszönhetően, valamint a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével ma itt Torontálvásárhelyen is kiosztásra kerültek a babacsomagok. Itt a 2020. január 1-től a 2023. március 30-áig született gyermekek kapták meg ma a babacsomagot, amely 6000 dinár értékű, és nem is annyira az értéke, mint amennyire a minőségi értéke és a szimbóluma fontos a számunkra, hiszen ezzel a magyar állam is, illetve a Magyar Nemzeti Tanács is azt sugallja, hogy a gyermekek mindannyian értékek, és hogy mennyire fontos az, hogy legyünk, és hogy gondoskodnak rólunk úgy a magyarországi, anyaországiak, valamint a Magyar Nemzeti Tanács is. A csomag az mind baba dolgokat tartalmaz, baba takarót, rágókát, pancsolókönyvet, pocakcsengettyűt és más érdekes dolgokat, amelyekre úgy gondolom, hogy szükségük lehet a babáknak. Itt a Covid óta most kerültek kiosztásra ezek a csomagok, hiszen a Covid időszakában nem valósulhattak meg ezek a programok, úgyhogy itt ma 32 baba gyermek volt jelen, akik megkapták ezeket a csomagokat. Azt gondolom, hogy a szülők is érzik ezt, hogy gondoskodnak róluk, és hogy valójában amikor megszületik a gyermek, egészen az egyetemi éveikig megkapják azt a támogatást, amelyet akkor kapnak, hogyha anyanyelvükön tanulnak, illetve értékelik azt, hogy fontos, hogy anyanyelvüket megéljék úgy az oktatásban is, mint a más programokban. A torontálvásárhelyi Sebestyén Anitának két gyermeke van. Kislánya Lilian Adelin 1 éves. Nagy örömmel fogadta a babacsomagot. Igazából örülünk neki, mivel ő nagyon szereti a könyveket, szeret lapozni, szeret olvasgatni, úgyhogy igazából biztos örülni fog neki. A takaró az jól fog jönni, jön a tél, úgyhogy. És fontos számotokra az anyanyelven való tanulás, oktatás. Igen, persze. Tovább visszük a hagyományt, magyarul. Van még egy lányod, ő is magyar nyelven tanul. Igen, ő most 14 éves, 8. osztályos. Ő is magyarul szeretné folytatni a tanulmányait. A csomagok kiosztása után Hanák Rigó Ildikó köszöntötte a szülőket és a gyermekeket, és bemutatta a ringató foglalkozást. 2019 óta Torontálvásárhelyen működik a ringató program, és úgy gondolom, hogy egyik legsikeresebb helyszínünk Vajdaságban, ahol úgymond a szórványban megmutatják, hogy mennyire tud összefogni egy kis közösség, és mennyire tud jó lenni egy ilyen program. Úgy gondolom, hogy kiváló anyukák és nagymamák, és szóval a hozzátartozóik, ez az a fontos, hogy őket szólítsuk meg ezzel a ringató programmal, hogy tudják hozni, hogy hozzák a gyerekeiket, hogy közösen énekeljünk, közösen játszunk mindazt, ami a magyar néphagyományhoz és a mi saját kultúránkhoz tartozik. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával működik a program, 26 helyszínen Vajdaságban, többek között Bánátban is van 9 helyszín, ahol működik, és azt gondolom, hogy ilyen alkalmakkor kell megszólítani a szülőket, mert vannak sokan, akik a saját kis családi fészkükből nem is igen mozdulnak ki, viszont ez egy olyan alkalom volt, hogy meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi is az tulajdonképpen egy kis ízelítőt abból, amit mi a ringaton szoktunk csinálni. Az Antalfalvi Községi Képviselőtestület sorrendben 24. ülését tartották meg a héten.
Az Antalfalvi Községi Képviselőtestület 24. közgyűlésének napirendjén a képviselők 6 napirendi pontot tárgyaltak. Az Antalfalvi Község 2023-as évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról, javaslati határozatról. Napirenden szerepelt a határozati javaslat Antalfalva Község területén a közmagántársulás projekt koncessziós ellenek nélkül történő jóváhagyás és elfogadásáról, az ambrózia szolgáltatással végzett fertőtlenítési rovarírtó szolgáltatásokra. Az állami szervek rendszerében, a közszolgáltatási rendszerben, a vajdasági autonóm tartomány rendszerében és a helyi önkormányzati rendszerben foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló határozat végrehajtásáról, módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat a 2017-es évre. Továbbá tanácstagok megvizsgálták Antalfalva Község 2023-as év januártól szeptember időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést és az összevont jelentést, majd az Antalfalvi Kolibri iskolelőtti intézmény 2022-es és 2023-as munkaévre vonatkozó munkajelentését és pénzügyi jelentését is. Az utolsó napi rendi pont a Panaszok és Fellebezési Bizottság tagjának kinevezéséről szóló határozati javaslat megtárgyalása volt. Megkezdődött az influenza szezon Szerbiában. Laboratóriumi lelet is igazolja, hogy Szerbiában megjelent az idei idény első influenzás esete. Egy 53 éves újvidéki nőnél regisztrálták a megbetegedést, közölte a dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet. Az újvidéki nő otthoni körülmények között gyógyul. A Batut intézet Orlak intézet keretében működő influenza és egyéb légúti vírusok országos referencia laboratóriuma tájékoztatta az első esetről. Októberben Szerbia szerte megkezdődött a náthaláz elleni vakcináció. Ez a védőoltás segített a koronavírus járvány idején is, és az orvosok most arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi influenza nem ártalmatlan betegség. Az influenza nem megfázás és nem nátha, gyakran illetik ezzel a névvel, de ez pontatlan. Az influenza olyan betegség, amelynek egyértelmű etiológiája van, ez pedig az A-típusú influenza vírus a maga altípusaival együtt, vagy a B-típusú influenza a törzseivel együtt, és évente nagy számú megbetegedést okoznak, mondták a közegészségügyi intézet epidemiológusai. November 13-ától igényelhetők már az egyetemista kártyák Szerbiában. November 13-ától igényelhetők az egyetemista kártyák. A kártya az Érszerbia esetében 10%-os árkedvezményt nyújt a repülőjegyekre, a szerbiai vasutaknál pedig 20%-os kedvezményt biztosít a vonatjegyek árából. A hallgatók déltől jelentkezhettek a dokumentumért az Államkincstár portálján, a Trezor oldalon. Meg kell adni a személyi számot, az egyetemet, ahol az illető tanul, a mobil telefonszámot, ahova az értesítés érkezik, amikor elkészül a kártya, továbbá ki kell választani a postatakarék legközelebbi fiók intézetét is, ahol majd átvehetik a kártyát. A kártya az Érszerbia esetében 10%-os árkedvezmény nyújt a repülőjegyekre, a szerbiai vasutaknál pedig 20%-os kedvezményt biztosít a vonatjegyek árából. Emellett a pénzügyminisztérium számos vállalattal és intézménnyel tárgyal annak érdekében, hogy a hallgatók számára minél több kedvezményt biztosítsanak. Lakossági energiahatékonysági pályázatot írt ki az Antalfalvi Községi Önkormányzat.
Nyilvános felhívást hirdettek Antalfalva község területén a családi házak és lakások energiahatékonyságát célzó, vissza nem térítendő támogatásra. Az ingatlanok energetikai korszerűsítésének célja az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése a háztartásokban Antalfalva község területén. A mostani pályázaton a külső nyílászárók cseréjére, különféle hőszigetelésre, kazán vagy kályha cseréjére, valamint hőszivattyúk és napkollektorok beépítésére van lehetőség. Az energiahatékonysági pályázatot a polgárok számára Bányászat és Energiaügyi Minisztérium hirdette meg. A tervezett támogatások összege, melyet az önkormányzat a minisztériumi forrásokkal együtt a felhívás keretében oszt ki, 6 millió dinár tesz ki. A következő feltételeknek kell eleget tenni. Az épület jogszerűen épült, a kérelmező a létesítmény tulajdonosa vagy használója, a létesítmény címén lakóhelyjel és a létesítmény tulajdonossának csatolt írásos hozzájárulásával. Továbbá, hogy az egész évben az épületben lakott. Fontos mellékelni, hogy az ingatlanadó alapú helyi közbevételek elszámolása megtörtént. A dokumentáció letölthető az Antalfalvi község honlapján. A cukorépa feldolgozási kampány folyamatban van és várhatóan december közepéig tart. Dragán Jovánov Czrepai gazda elmondása szerint, ami a cukorgyárt illeti, az idén általában jó volt a cukorrépa minősége, így minőséges cukrot lehetett előállítani. A cukorrépa termesztésére nem túl kedvező területeken a rothadás is megjelent, annak érdekében, hogy jó minőségű cukrot kapjanak, javítóanyagként a czrepajai cukorrépát használták. Évek óta így csinálják, mivel Czrepaján mindig van jó cukorrépa, mondta Jovánov. A fő paraméterek, amelyek alapján a cukorrépa minőségét értékelik, a cukorrépa cukorszintje. A megfelelő minőség elérése érdekében a növény gyökerének 16% cukrot kell tartalmaznia, emelte ki Jovánov. A czrepajai gazdánk szerint az idei évben sok volt az eső, ami rendszeres öntözést jelent, így a gazdánk a cukorrépa betegségek ellen küzdöttek. Ennek ellenére az idei hozam kielégít. Volt. Elmondta, hogy elégedett a cukorgyárral való együttműködéssel, és már aláírta a következő évre szóló együttműködési megállapodást. Több növényvédőszer használata is tilos Szerbiában. Betiltottak 113 növényvédőszert Szerbiában. Ezeket a peszticideket azért vonták ki a forgalomból, mert 17 olyan hatóanyagot tartalmaznak, amelyeket nemrég betiltottak az Európai Unióban. Azok a gazdák, akik továbbra is alkalmazzák a betiltott növényvédőszereket, büntetőjogi felelősségre is vonhatók. A legsúlyosabb büntetés azonban mindenkinek az, ha végül nem kerülhet be a terméke a piaci körforgásba. Részletezte Nebojša Milosavljević, a Szerbiai Növényvédelmi Igazgatóság vezetője. A legnagyobb kárt elsősorban a gyártók és az exportőrök szenvedik el, akkor, amikor visszakapják a szállítmányt, majd amikor meg kell semmisíteniük a terméküket, és amikor nem tudják azt piacra dobni. A mezőgazdasági minisztérium honlapján megtalálható a betiltott növényvédőszerek listája. Ezeket a törvénnyel összhangban kell ártalmatlanítani. Megnyílt a Prosperitati Alapítvány házvásárlási pályázata. Pályázhatnak azok a polgárok, akik a Magyarország kormányának támogatásával, illetve a Prosperitati Alapítvány nyújtotta, vissza nem térítendő támogatás révén falusi házat szeretnének vásárolni Vajdaságban.
A korábbiakkal ellenben egy-egy pályázó ezúttal már nem legfeljebb 10 000 eurós támogatásra pályázhat, hanem 15 000 eurósra. A korábbiakhoz hasonlóan nem kötelező önrészt vállalni, azaz amennyiben a kiszemelt ház értéke nem haladja meg a 15 000 eurót, a pályázó teljes egészében a támogatásból vásárolhatja meg az ingatlant. Az elmondottak értelmében, amennyiben a ház értéke meghaladja 15 000 eurót, a különbséget önrészből kell fedezni, azzal, hogy a megvásárolandó ház értéke nem haladhatja meg az 5 millió dinárt. Pályázni 2024. január 15-ig lehet. A pályázat keretösszege 500 millió forint dinár ellenértéke. További részletek a Prosperitati honlapján találhatók. Választások 2023. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusai köztársasági képviselőjelöltjei Torontálvásárhelyre látogattak. Mezőgazdasági lakossági fórumot tartottak Torontálvásárhelyen november 16-án. A Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői köztársasági képviselőjelöltjei több sikeres beruházást is megtekintettek Torontálvásárhelyen. Először is a Mósa Piádi Általános Iskolában elvégzett felújításokat tekintették meg. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke a választásokon való részvételre buzdította a megjelenteket. És mindenki érzi a választások fontosságát és a munkának a fontosságát, de ezért próbáljuk ezt ilyen esteken átadni önöknek is, azoknak, akik jelen vannak, a média segítségével, azoknak, akik ott az otthoni szoba melegéből tájékozódnak arról, hogy mi történik, de arra kérjük önöket, hogy a szomszédaiknak, ismerőseiknek is meséljék el. Először is a Mósa Piádi Általános Iskolában elvégzett felújításokat tekintették meg. Majd ellátogattak a nyíregyházi házaspárhoz, aki földműveléssel foglalkozik, valamint megtekintették Becsei Zoltán húsfeldolgozóját és Hentes üzletét. Igen, pozitív tapasztalataink vannak arról, hogy egy ilyen kis közösségben, és amennyiben valakinek ötletei vannak, és kitartóan pályáz, illetve megtalálja a módját a lobbizásnak, igenis meg lehet maradni itthon a szülőföldünkön. Konkrét példa mezőgazdasági termelők, akik tartományi támogatásból új vetőgépet vettek, tehát kitartóan követték a pályázatokat, és számukra igen fontos eszközhöz jutottak, és pontosan arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségek van még, tehát minden egyes szint által nyújtott lehetőségekkel élni kell, valamint a Prosperitáti Alapítvány által támogatott, ma már nem is kis, inkább közepes vállalkozást látogatunk meg, ők is azt mondták, és ennek külön örülünk, hogy ők egy családi vállalkozást, tehát a fiatal startup vállalkozó azt mondta, hogy még a déd nagyapja is ugyanezzel foglalkozott, Hentes család, és jó látni azt, hogy nem azon gondolkodnak, hogy hova lehet neki menni, hanem önerőből, saját ötletből, de úgy anyaországi, mint itteni, tehát szerbiai támogatásokból próbálják fejleszteni az ötletüket, és itthon találni meg a boldogulást, illetve embereket alkalmaznak is, hiszen már több üzletet nyitottak. Nyíregyházi Tímea elmondta, hogy idén tavasszal sikeres pályázatot nyújtottak be a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság egyik kiírására. Ennek köszönhetően egy új, korszerű vetőgéppel tudnak dolgozni. Mostan a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság pályázatára pályáztunk, és megkaptuk a támogatást a vetőgépre. Mezőgazdasággal foglalkozunk, úgyhogy így a vetés az a legfontosabb, hogy jó legyen, úgyhogy a tő táv és a mélység pontosága, hogy egyformán fejlődjenek a növények, úgyhogy a vetőgép segítségével ez mostan könnyebbíteni fogja a munkánkat, hatékonyabb és gyorsabban fogunk dolgozni vele. Tervezünk, hogy további fejlesztéseket, mivel
szeretnénk újítani a gépparkunkat. Eddig öreg eszközökkel dolgoztunk, úgyhogy ez az első dolog, amit sikerült támogatást kapjunk. A fejlesztések megtekintésén részt vett még Vicsek Anna Mária, Juhász Attila, Ótott Róbert, dr. Molnár Viktor, Tóbiás József, Kerekes József, Tóth Zoltán és Lálit Urbán Emesse. A Torontálvásárhelyi Mósa Piádé általános iskola sikeres pályázatainak gyümölcseit Vidrács Krisztina igazgatónő mutatta be. Igen, ma nagy öröm számomra, hogy jelen voltak azok a politikusok, tartományi képviselők, tisztségviselők, akiknek nagy része volt abban, hogy ezekre a pályázatokra mód volt, és az iskolánk is tudott ezeken a pályázatokon részt venni, és fejlesztéseket véghez vinni. Itt ma bemutattam az ide látogató delegációnak azokat a fejlesztéseket, amelyeket tartományi forrásból, vagy anyaországi forrásokból tudtunk megvalósítani, méghozzá elsősorban a nyílászáróknak a cseréje, hiszen az elmúlt 5 évben cserére került sor az össznyílászárót illetően. A nagy ablakok, ajtók, hiszen egy óriási épületről van szó, és az A és a B részlegen, így nevezzük, mindenhol kicseréltük már a nyílászárókat, így nagyon sok energiát tudunk megtakarítani. Ez fontos volt számunkra, hogy ezt be tudjuk mutatni, hiszen nagyon sok munka volt benne, és örülünk, hogy ezekre a támogatásokra mi is így a pályázatok útján hozzá tudtunk jutni. És az iskola nagyon sok programra is pályázott az elmúlt időszakban, amivel az iskola életét gazdagítottuk, és a gyermekek számára nagyon sok iskolán kívüli aktivitást is tudtunk ezekből a pályázatokból megvalósítani. Most a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-nek köszönhetően majd a könyvtárunk fog felújításra kerülni, itt bútorokat fogunk vásárolni, és ez lesz a következő pályázatunk. Ugyanígy a képviselőknek, jelölteknek bemutattuk a legutóbbi programunknak a megvalósítását, ez Torontálvásárhely képes könyvének az elkészítése volt. A gyermekek rajzoltak Torontálvásárhely nevezetességeiről, és ezt egy könyvformájában adtuk ki, vagy nyomtattuk ki kis szöveggel hozzá, és ezt is most meg tudtuk mutatni. A napközis már most már pár éve működik. Ez azt jelenti, hogy évről évre egyre több diák dönt úgy, vagy szülő arról, hogy a gyermeke iskola után még a napköziben is részt vegyen, hiszen nagyon sok szülő a délutáni órákig van a munkahelyén, ezért nem tudja hogy a minőségben otthon tölteni akkor a gyermekével az idejét, hogy a házit megcsinálja, és ezért úgy döntenek, hogy itt az iskolában tanítói felügyelet mellett megoldják a házi feladatot, ez mellett ebédet is kapnak a gyerekek, főtételt, és ez is nagyon fontos a számukra, hiszen nagyon sok órájuk van, és az órák után már ugye illik az ebédet elfogyasztani, illetve éhesek is a gyerekek, és így ez a napközi nagyon sokban segít a számunkra. A napközi felújítása is szintén 2018-ban került megvalósításra, amikor teljesen modern felszereléssel be tudtuk lakni a napközinek a tantermét, és ez mára már bővült, most már 2 csoporttal, és több mint 50 diák jár napköziben. A lakossági fórumon elsőként Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes szólalt fel, aki a tartományi támogatások rendszerét ismertette. Hát ugye a tartományi mezőgazdasági titkárság, ahogy itt az esti lakossági fórumon elhangzott, a mezőgazdasági termelőknek tud adni eszközbeszerzésekre támogatásokat, főleg 50-60 vagy akár 70%-os költségvisszatérítéssel is tudnak a vajdasági gazdák fejleszteni a gazdaságukat. Ugye a 24-es évben már elfogadtuk a tartományi mezőgazdasági titkárság költségvetését, ez meghaladja a 10 milliárd dinárt, ez ugye azt teszi lehetővé, hogy a következő év elején mindazokat a pályázati lehetőségeket, amiket a vajdasági gazdák megszoktak, legyen ez öntözésfejlesztés, farmi felszerelés, fóliás termelés, állatállományvásárlás vagy fiatal gazdák támogatása, közel 15 kiírása van ugye a mezőgazdasági titkárságnak, ezeket mind-mind meg fogjuk jelentetni az év elején, és arról tudok beszámolni, hogy ezeknek a keretösszegei nem változtak az idei évhez képest, szóval ez azt jelenti, hogy a gazdák hasonlóan nagy keretekkel tudnak majd kihasználni és fejleszteni a gazdaságukat.
A lakossági fórumon részt vett még dr. Molnár Róbert, a Tartományi Mezőgazdaságfejlesztési Alap igazgatója, Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár, Tóbiás József, köztársasági képviselőjelölt, Lálics Urbán Emese, köztársasági képviselőjelölt, Kerekes József, a pénzügyminisztérium államtitkára, Vidrács Krisztina, a Torontálvásárhelyi Mósa Piádi általános iskola igazgatója. Választások 2023. Az első Dél-Bánát-Éliga 13. fordulójában november 12-én a Dolina hazai pályán 3-1-re győzte le a barandai Radnicki klubot. Padina jelenleg az első helyen áll a tabellán 31 ponttal. November 11-én szombaton a Spartacus Plandisten játszott, ahol 2-1-re legyőzte a Szlogat csapatát. A Torontálvásárhelyek jelenleg 19 ponttal a 7. helyen állnak a tabellán az első délbánáti bajnokságban. Jövő hétvégén, november 19-én vasárnap községi derbit rendeznek Torontálvásárhelyen. A rangadó mérkőzésen a Spartacus és a Padinai Dolina találkozik. A mérkőzés 13 órakor kezdődik. Ugyanezen a napon is ugyanebben az időben az Uzdini Unirea hazai pályán játszik az Alibunári Buducsnosztal. Jussanak naprakész információkhoz társadalmi és szociális témán. Hallgassák a mozaikunkat. Csak az Antalfalvi Rádió hullámhosszán. A projektet Antalfalva önkormányzata támogatta.